karácsony óta nem láttunk. Hát nem jöttetek. Most nyár van, úgyhogy nyári körmöket fogsz kapni. Helyes, annyira vágyom már egyébként ezekre a vibráló színekre, elképesztően hiányzott ez a műsorból, komolyan. Tehát az, hogy két hetente idejön az ember, és kötelezően körmöket kap, ez hiányzik. Mennyire sűrűk a mindennapjaid, de hát egy kicsit azért van időd magadra, vagy ezt felejts el mindenki, ezt az én idő témát? Nem, van egyébként, de szerintem annak köszönhető, hogy a Zsoltival meg tudjuk oldani a logisztikát, és akkor neki is marad ideje, meg nekem is. Nyári körmöket ígértünk neked, nyári színekkel. Éles váltással, igen. Milyen színekben gondolkodunk az Ita kapcsán? Ugye meg szeretnénk volna mutatni valami igazán különlegeset nyárra. Csináltunk már neon körmöket, most is lesznek neon árnyalatok, de arra gondoltunk, hogy az Ita minden egyes körmére más szín fog kerülni, és ezek a színek harmonizálnak egymással, úgyhogy a rózsaszínnek és a lilának a különböző árnyalatai fognak megjelenni a kezén, és a neon pigmentport is fogjuk használni, de nem úgy, mint ahogy eddig. Hanem, ugye használtuk már a pókháló zselét korábban, igen, amivel ugye ilyen nagyon vékony vonalakat tudunk létrehozni. És át kell húzni a körmön. Így van, de ezt most neon pigmentporral színezni is fogjuk, így még jobban nyáriasítjuk, illetve passzolni fog ezekhez a harmonizáló színekhez. Ez a pókháló, ez új, ezt még nem hallottam. Ez egy teljesen ilyen gumis állagú zselé, és az a lényege, hogy bármeddig, szinte bármeddig húzhatod, nem fog elszakadni. Az egész testet körülhúzhatod, ha akarod. Komolyan. Innentől kezdve nagyon vékony vonalakat is tudsz vele húzni, tudsz vastagabbat is, ugye, ahogy játszol magával a textúrával, és a lényeg az, hogy teljesen egyenesek lesznek ezek a vonalak, úgyhogy ha hosszú egyenes vonalakat szeretnél, akkor már nem kell megerőltetni magad ecsettel, hanem nagyon egyszerűen ezzel ez megoldható. Mondjuk ez nálam eddig is ki volt, hogy megerőltettem volna. De Adri, te mennyire kedveled ezt az új anyagot? Én nagyon kedvelem, mert megkönnyíti a munkámat. Sokkal egyszerűbb a tényleg precíz, egyenes vonalakat meghozni, mind kereszt vagy függőleges irányban. És mit kapok? Ugye minden körmödön más színárnyalat fog megjelenni, és a mutató ujjadat egy picikét jobban fogjuk megdíszíteni. Az is rózsaszín lesz, de kapsz még egy újfajta rózsaszín unikornisport, és erre fog kerülni a pókháló zseli, amit ilyen erősebb pinkkel fogunk megszínezni, pigment porral. Szuper, tehát unikornisokkal és pókokkal megyek haza, mindenkit majd gyerek imádni fogja. És miért a mutatóujjat díszítjük? Általában nem azt szoktuk. Igen, hagyományosan a gyűrűs ujjat szoktuk díszíteni, ugye minden kézen csak egyet-egyet. Viszont ugye, mint tudjuk, azért Zita trendi, bevállalós, szereti a szokatlan dolgokat, ezért a mutatóujjára tettük a hangsúlyt. De egyébként most már az is divat, hogy akár egymás mellett lévő ujjakra tesszük a díszítést. Kis ujj, gyűrűs ujj például. Hagyományos géllakkal fested ugye a körmeit? Igen, hagyományos géllakkot használtam, ugye, aminek volt egy alaprétege, kettő réteg színt használtunk, és a két réteg szín után pedig egy matító fényzselét fogok használni. Wow! Zita is megvan már, hogy hova mentek nyaralni? Igen, ugyanoda, ahol az eddigi években is nyaraltunk. Nekem Olaszország nagy kedvencem, és ugyanoda fogunk visszamenni, tehát ez az abszolút bejött nekünk, és nagyon szeretem. Ráadásul most már a gyerekeknek van helyismeretük is, és el tudom őket engedni egy kicsit. Kati, ezek a körmök bírni fogják a sós vizet és a napsütést? Abszolút, ha egy géllak megfelelően van előkészítve, illetve elkészítve, akkor mindent bírnia kell, a napsugárzást is, a homokba való játékot, illetve az igénybevételt is, úgyhogy szerintem nagyon jó fognak mutatni Zitán, ahogy lebarnul, és gyönyörű fürdőruhákat vesz hozzá. Zita, elkészültek a vakációs kedvények. Tudjátok, hogy mi jut erről a mintáról el eszemben? Olaszországban azok a finom croissantok, amikor csokival ugyanígy vannak ilyen finoman, vékonyan leöntve. Na hát akkor ezekkel a körmökkel leheted a croissant az olasz tengerparton. Most viszont tudod, hova megyünk? Hova? Kicsit koktélozunk egyet Norbinál. Szerintem a trópusi koktélokhoz is fog illeni ez a köröm. Abszolút passzol mindenhez. Kati, viszont tőled el kell búcsúznunk, tőled is, Adri, mert hogy legközelebb szeptemberben jövünk körmözni. Addig jó nyaralást kívánok!